Szeretettel köszöntelek, Német Jerika vagyok, a tündérszív.hu blog szerzője. Most arról lesz szó, hogy miért várakozol egy párkapcsolatban. Legtöbbször a nőknek szokott ez a szerep osztály részül jutni, hogy egyre csak azon kapják magukat, hogy várnak és várakoznak a férfi jelzésére, a férfi reakcióira, a férfi hódításaira, a férfi tetteire. Vajon miért várakozol annyit? Miért van az, hogy te, a nő, folyamatosan lesed a mobiltelefonodat, vajon üzente? Vajon komolyan gondolja? -e? Vajon tényleg komolyak-e a szándékai a férfinak? És vajon eléggé fontos vagy-e? Vársz és várakozol arra, hogy vajon ez a párkapcsolat kibontakozik-e? Elérkezik-e majd az a pont, amikor úgy fog működni ez a kapcsolat, ahogyan arról te álmodtál, ahogyan azt te megélni szeretnéd? Vajon miért várakozol? Mi ez, ami erre téged? És egyáltalán mi áll ennek a működésnek a hátterében? Alapvetően kettő okod is van arra, már hogyha a dolog eredőjét nézzük, ami arra ösztökölt ösztökél téged, hogy várakoz. Az egyik eredendő női energiáiddal függ össze, a másik ok pedig a neveltetéseddel. Kezdjük először az eredendő női energiákat. Talán hallottad már máshol ezoterikus körökben is, és bizony ez tényleg így van, hogy a női minőség, a befogadó minőség. A női minőség a biztos körölelő szeretettel gondoskodó, a, az igazi odafigyelő, törődő látság, a befogadás. A befogadó minőség az áll. Egy helyben, és folyamatosan csalogatja, csábítja és vonza magához az arra térőket. Azzal tudja magába befogadni őket, hogy olyan teret alkot, olyan vonzó, olyan csábító teret von maga köré, amiben egyszerűen be akarnak jönni mások. A befogadó minőség tehát egy biztos hátországot jelent, és ha megnézed, a férfi energia, amely ebbe bejön, az ezt a teret meg akarja hódítani, fel akarja fedezni. Mindaddig, amíg a férfi a felfedező, hódító üzemmódjában működik, addig te a célt jelented a számára. Azonban, amikor már befogadtad, és a férfi felfedezte a te országodat, a te hátországodat, onnantól viszont hátországá válsz, te fogod jelenteni a biztos teret, az otthont, a belső nyugalmat, ahová megtérhet a férfi a harcos mindennapokból. De ez, mint hátország, tulajdonképpen a férfi háta mögé kerül, és mostantól ebből az otthonból, ebből a hátországból fog kifelé tervezni, kifelé indulni, amikor harcaira indul. Tehát eredendő női minőségeivel is összefüggésben van mindaz, hogy várakozol, egy helyben állva, és csábítva, vonzva próbálod a férfit magadhoz édesgetni. A másik azonban, ami ettől sokkal-sokkal erőteljesebb, az a neveltetésed. Ez az az ok, ami szintén meghatározza azt, hogy miért is várakoznak tétlenül a nők tulajdonképpen olyan sokat a férfira. Most, ha nem is hiszed el nekem, mert azt gondolod, hogy téged másképp neveltek, akkor is érdemes figyelned. A nőket meséken, történeteken, mintákon, példamutatásokon keresztül tulajdonképpen mindig arra, arra nevelik, hogy ők szolgálják a férfit, ők legyenek szintén a biztos hátország. Ők legyenek azok az otthonteremtő, körelőelő, gondoskodó és szeretettel körülvevő Biztonság, érzelmi biztonság, ahová jó megtérni. Még a mesék is erre tanítanak. Nézd meg! A királylány, a nő várakozik a toronyban, nem mozdul sehová. Őt féltik. Sárkányokkal, lakatokkal, bózótokkal veszik körül, csak azért, hogy majd a megfelelő férfi jöhessen el a köreibe. A nő várakozik. A férfi persze arra nevelik, hogy hamuba sült fogácsát kapva anyukájától, menjen kalandokra, fedezze föl saját magát, próbáljon szerencsét, járja a világát. És majd, amikor mindezt megtette, akkor jusson el a nőhöz, és szabadítsa ki a nőt a várakozásból, majd legyenek együtt életük végéig boldogok nem csak ezen keresztül várakozol ott a toronyban, a tornyodban a megfelelő hercegre, hanem nézd meg, a nő várakozik, amikor a férfi katona, a nő várakozik akkor, amikor kisbabát vár, a nő várakozik akkor, amikor a férfi dolgozni megy, a nő folyamatosan az otthon melegéért felel. Persze ez mai korszakunkban már más, hiszen a nőktől sokkal-sokkal több feladatot várnak el, mint azt, hogy csak otthon őrizzük a gyermekeinket és az otthon melegét pont ez az, ami ilyenkor viaskodik egy nőben. Mert hogy szeretnénk megfelelni a ma társadalmi elvárásának, szeretnénk kiteljesedni, tanulni, dolgozni, pénzt keresni, időnként karrierünkben, munkánkban is kiteljesedni. Ugyanakkor szeretnénk megtartani ezt az eredendő női szerepet, amivel gondoskodva körülöleljük a gyermekeinket, őrizzük az otthon melegét, a tüzet tápláljuk, és megvédünk mindent, ami ebben az otthonban az érzelmekről, a szeretetről és a gondoskodásról szólhat. Hát, ezek az okai annak, hogy várakozásra ítéled magad. Azonban dönthetsz, mert a legnagyobb baj a várakozással az, hogy miközben várakozol, minden felelősséget és minden döntési lehetőséget odaadsz a férfi kezébe te, a nő, minden figyelmeddel a férfin vagy azt lesed, mikor ír, mikor dönt, mikor lép, mikor fejez ki mit gondolkodsz a szavain, agyalsz a tettein, elemzed minden lépését vagyis a figyelmednek 80-90%-a a, a szeretett férfi körül jár magadon pedig egyetlen egy pici fókusz sincsen. Azzal, hogy folyamatosan a férfira figyelsz, minden energiádat neki adod. Magadra már alig jut. Sem figyelmed, sem energiád. Egyre inkább elfogysz energetikailag, egyre enerváltabb vagy, egyre kevésbé van kedved bármihez is. Ha a férfi pedig nem jelentkezik elégszer, akkor tényleg nem jár kell az energia, nincs áramlás közöttetek, úgyhogy egyre inkább csak belefáradsz, és egy zombivá leszel. Mit tehetsz hát? Vedd észre ezeket a folyamatokat. Vedd észre, hogy, hogy a neveltetésed folyamán vagy során te szolgálni és gondoskodni akarsz. Ezzel nincsen baj. De vedd észre, hogy már hátrányossá válik az, hogy minden fókuszodat és figyelmedet a férfin tartod. Azzal, hogy vársz, tulajdonképpen aláírod azt, hogy alá teszed magad, aláveted magad a férfi döntéseinek. Vagyis kivárod a sorodat, míg ő majd dönt, hogy veled lehessen, vagy veled kapcsolatot építhessen. Nem tudsz hátradőlve várakozni, his, hiszen feszít téged ez a helyzet. Akkor hát, légy szíves, ne add oda a kezébe az életedet. Ha odaadtad, akkor légy tisztában azzal, hogy várnod kell. És akkor ne tíz. Akkor élvezd a várakozást. De nem feltétlenül kell a férfira bíznod az életed feletti irányítást dönthetsz te is. Eldöntheted azt, hogy nem ráfigyelsz, hanem magadra. Így nem kidobálod az ablakon az energiáidat, a figyelmedet, hanem elkezdesz olyan dolgokkal foglalkozni, amik téged is éltetni, lelkesíteni tudnak, amik örömmel töltik meg a perceidet. Figyelj magadra! Valahányszor ő eszedbe jut, kívánj neki szeretetet, adj neki hálát, küld neki hálát, küld neki egy szeretettel rágondolást, és aztán fordítsd a figyelmedet újra magadra, és kérdezd meg magadtól, hogy mit tehetek azért, hogy jó kedvem legyen. Kérdezd meg magadtól, hogy mit tehetek azért, hogy lelkesedni tudjak, hogy boldog lehessek. Egész egyszerűen fordítsd magadra az energiáidat, térj vissza a középpontodba, vedd vissza magadhoz az energiáidat, és kezdj el élni. Élni a saját életedet. Legtöbbször épp ez az, ami nem szakításhoz fog vezetni, hanem a kapcsolat megerősödéséhez. Hiszen hidd el, a férfi egyáltalán nem akarja, hogy minden figyelmed rajta legyen. Őt ezt feszíti. Egy idő után ez folytogatni fogja, hogyha te örökké hiányjal gondolsz rá, és az elvárásaiddal nyüstölöd egész egyszerűen éld az életedet. Számára is érdekesebbé válsz, izgalmasabbá, hiszen egy örömteli, boldog és elégedett nőhöz sokkal izgalmasabb kapcsolódnia neki is. Kívánom, hogy a várakozással teli perceidet törzsd meg örömmel, lelkesedéssel, hogy a rávaló figyelem helyett inkább magadra figyelj. Kívánom, hogy légy boldog, és építsd azáltal a párkapcsolatodat, hogy boldog vagy, és boldogságot teszel a kapcsolatodba is, nem pedig hiányt. Ha tetszett ez a kis útmutatás, akkor tarts velem a tündérszív.hu oldalon a többi tanácsért, cikkért, videóért, útmutatásért is. A Facebookon is megtalálsz bennünket, de most hadd hívjalak meg ebben a videóüzenetben az egyik legnépszerűbb kurzusunkra, a szeretett kurzusra is. Másik nevén tudatos érzelem kurzus. Ezen a kurzuson azokra a blokkjaidra láthatsz rá, amikkel akadályozod a szeretet és szerelem megélésedet. Azt, hogy miért szenvedéssel és fájdalommal éled meg a szerelmet, ahelyett, hogy valóban boldog kiteljesedést tapasztalnál meg benne. Tarts velünk előadásokon, beszélgetéseken, játékos gyakorlatokon és fantasztikus meditációkán keresztül kerülhetsz közelebb önmagadhoz és a benned élő eredendő szeretethez. Minden információt megtalálsz a www.tunderszív.hu oldalamon. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, tarts velem máskor is!